Sziasztok! Ismét elérkeztünk egy új hkk videóhoz, egy új paklibontáshoz, és én ilyenkor mindig egy picit izgulok, mert nekem ez mindig egy ilyen új feladat, egy újfajta kihívás. Ugyanis ugye én hiába hkk a kezdetektől, ugye a zöcsémmel és a bátyámmal, tehát a két testvéremmel csináltam, közeli barátaimmal, és nagyon ritkán tévedbe közénk olyan ember, aki ugye kívülről jött, új látást, új új ő, hozzáállást hozott, és ilyen szűk körbe játszottunk mindig. Úgyhogy ebből kifolyólag sosem voltam a HKK közösségünk a része. És nem is tudom, hogy mik az elvárások, nem is tudom, hogy mi, mi az, amit, amit egy ilyen videónak tartalmaznia kellene, úgyhogy igazából csinálom azt, amit esze, ami eszembe jut, csinálom azt, amit szeretnék csinálni, és amit én szívesen látnék. Ez a legfontosabb, hogy olyan videót csinálok, amit, amit én szívesen megnézek. Most kivételesen utána néztem ennek a kiegészítőnek, és kezdeném onnan, hogy én mikor abbahagytam ugye a hákekázást és a gyerekeimmel elkezdtem újra játszani, a gyerekeimnek megtanítottam, akkor ugye a régi lapjaimmal tudtam őket megtanítani, ugye ami elég amik elég nehézkes lapok az újakhoz, képest. Úgy újak, hogy nekem például már a világégés is egy ilyen csoda volt, hogy azt a milyen lapok, ennél sokkal-sokkal régebbi, tehát az ezüst kiegészítő kiegészítőig voltak nekem lapjaim, és a durva az, hogy, hogy utána, mikor a gyerekekkel elkezdtem újabb lapokat vásárolni, akkor, akkor rácsodálkoztunk, hogy milyen brutális, milyen ö, gyors, és hogy a fiam például tökszetett egy 8 varázspontos lapot, és így azt Hiába rakta be, nem tudtak kijátszani, mert annyira felgyorsult a játék. És elvileg most ettől a kiegészítőtől kezdve elkezd visszalassulni. Tudom, ez egy lassú folyamat lesz, maga a visszalassulás is lassan fog történni. De én ezt üdvözlöm, és én ennek nagyon örülök, mert én azt szeretném, hogy, hogy újra tudjak úgy játszani, mint, mint gyerekkoromban, amikor a amikor 20 percig fél óráig nyomtunk egy partit, mert mert én 10 varázspontos lapokat akartunk kihozni. Most már az van, hogy ha már 4 váráspontos lapot beraksz, akkor az át nem biztos, hogy megéri, mert drága. Szóval szeretném egy kicsit, ha ez így, így visszamenne. Tudom, hogy ez nagyon lassan, és nem fog teljesen visszamenni a kezdetekig, de örülök neki, hogy lassul. Tehát most egy picit utána néztem a dolgoknak, és akkor ugye kezdjük azzal, hogy a kiegészítő neve az, hogy rosszabb CHI. És Roxat, olyan ismerős volt ez a név, hogy Roxat. És aztán rájöttem, hogy honnan ismerős, ugyanis van nekem egy 1995-ös lapom, a Roxati zárfaló, és egy 1999-es lapom, a Roxati üvegszem. És a Roxati üvegszemet azt én nagyon szerettem, azt a tárgypaklimba mindig használtam. A Roxati zárfalót szerintem az öcsém használtam, mert ő játszott Dornodonnal, meg a bátyám. Én sose szerettem Dornodont. Úgyhogy ez a két lapom van, és mondom, akkor Roxat, akkor az valamilyen ilyen tárgy, tárgyas dolog, mert én a Roxatot ugye a tárgyakhoz kötöm, meg két tárgy van, ami, ami a Roxat nevét viseli, meg mind a kettő azért ilyen csalafint alap. Úgyhogy most el is olvastam a, a leírást, és igen, Roxat egy bűnös város, ahol az emberek céhekbe tömörültek, hogy életben maradjanak. A céhek urai ugye az élet és halál urai. Nem is tudom már, hogy mi volt a város neve, a Erra Salvatore legényebben van, amikor Drizdo Uden Ártemi küzd. A félszerzeték kövében van benne, azt hiszem, meg a csendpengéiben. Az a város, ami szintén ilyesmi, hogy ugye a tolvajcégek vezetői irányítják az egész várost. És nekem egyből ez ugrott be, hogy ez tök jó és tök szerettem. És a roxat is ilyesmi, így kell azt is elképzelni, akkor, akkor nagyon jó, akkor nagyon, már nem, nem úgy nagyon jó hely, tehát nem költöznék oda, viszont, viszont játszani nagyon jó lehet egy ilyen városban. Úgyhogy elvileg a kiegészítő ezek köré a céhek köré fog épülni, és ezt a várost hivatott bemutatni. Úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik, annyira, hogy most kivételesen 10 kiegészítőt kaptam a Beholder KFC-től, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik, meg is mutatom, hogy 10 kiegészítőt fogok én most itt kibontani nektek. Az elejéről azt hiszem ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy kíváncsi vagyok hogy tényleg, hogy mi lesz és milyen lapokat fog tartalmazni. A elvileg a céhek ugye azok különleges lapok, tehát olyanok, mint a, a követők, meg a szabálylapok, hogy már az elejétől az asztalon vannak, viszont nem számítanak bele a, a lapokba, tehát nem fogsz kevesebb lappal kezdeni. Viszont annyival nagyobbnak kell lenni a paklidnak, tehát igazából olyan, mintha nem is lenne a pakliban, mert, mert ugye nem számít bele a, a laphúzásba az elején, és nem is számít bele a, a pakli minimumjába, tehát annyival több lapot kell a pakliba tenni. Tehát igazából teljesen különleges lapok. Én először azt hittem, hogy ezek is olyanak lesznek, mint a helyszínek. Tehát ugye, mert ugye annak idején a lé létségok kiegészítőt is nagyon szerettem, azt hittem, hogy ezeket is valahogy így kell elképzelni, de nem. Újítás! Újítás történt, aminek örülök! Úgyhogy akkor el is kezdem, akkor uh, indítanék az első paklival, ki is bontom, és akkor nézzük! Jó hosszú lesz remélem, azért 10 pakli, az 10 pakli! No! Azt mondja, hogy kód nincs benne, és akkor... Uh, elvileg itt van, a C egy új laptípus a kiegészítőben. Na, akkor amit elmondtam, lehet, hogy még többet kell róla tudni, ja igen, igen, azt kell még róla tudni, hogy... Uh, aktivizálni különleges képességekkel különböző lapok aktivizálják, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lapok lesznek, és hogy, hogy mennyire lesz nehézkes a célhekkel játszani. No, akkor kezdjük, akkor nézzük a lapokat. Karadin lecsújt, ez egy régi lap. Szerintem a Karadin ö, kiegészítőben jelent meg. Nem tudom már, hogy ott mit csinált. Tényleg most már fogom csinálni azt a videót, ahol régi lapokat hasonlítok össze újakkal. Van olyan lap, ami három különböző kiadásban szerepelt és három különböző képessége van. Úgyhogy hamarosan tényleg összeszedem, és, kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek. A Karadin Lesút is például egy ilyen lap, ami többször megjelent. A Varka Udar is egy ilyen lap. Az is, abból is szerintem két különböző már van nekem, az biztos. Vagy lehet, hogy három is, mert a társas játékban is volt, azt hiszem. Tényleg most már kell egy ilyen videót csinálni, mert, mert azt mondom, hogy nagyon sok lap újra alakul. És találtam egy ilyet, azt mondja, antimagia 0, időleges hatás 2, nem lehet 2021-es vagy régebbi lapot kiátszani, ilyen lapok speciális képességei nem működnek és nincs harci fázis. Készített hatás 2, áldozt fel, ellenfeled minden nem lény lapja kap egy elmúlási erőt, és minden lény egy méregjelzőt. Na, ez a lap, ez például már lassítja a, a paklit, és azt mondja, hogy csak új lapokat játszhatsz ki. Érdekes. Ö, azt nem vettem észre, hogy annyival drágábbak lennének a lapok, viszont azt is látom, hogy kevesebb, kevesebb duma van minden lapon. Na, és akkor a két ritka lap, mind a kettő Fairlight, aminek örülök, és abból az egyik az folyos. Most már ezt is megtanultam, hogy folyírosnak hívják. Az első csomaggal én teljesen elégedett vagyok, jól néznek ki a lapok, tényleg nagyon sok a vagy csak nekem tűnt soknak, ezt megszámolom, várjatok. Azt mondja, hogy aha, csak nekem tűnt soknak, mert egy, kettő, három, négy ratlap van benne, és fellát viszont van benne három. Hát akkor mondjuk ahhoz képest leából, abból, abból is három. Aha! Arányos képest igen, a legtöbb a benne. Érdekes, viszont, viszont, nagyon jól néznek ki a lapok, úgyhogy majd este ezt is át fogom nézegetni. Na, akkor folytassuk. Kód ebben sincsen. Ja, a kódjaimat azt eddig mindig felajánlottam, úgyhogy egy kódom még van az előző kiegészítőben, mert azt nem vitte el senki. Ebbe, ha lesz kód, azt szintén felajánlom. No, akkor nézzük a második csomagot. Kezdjük Na ha itt már van az, hogy aktivizálj vagy passzivizálj egy C7, tehát már, már van c kapcsolatos lap. Szabotás. Ez is azt hiszem, hogy. Fú, vagy az aranyforrásba, vagy az Isten Szövetségben, Nem tudom, melyik bejelent meg, de erre is emlékszem, mert ezt használtam is. Na, össze, össze kell hasonlítani most már 100 százalék. Hebrens technős. nem is van szerintem, de ez már újabb lap. Nekem újabb. Na, a technős paklit azt ugye megcsináljuk. Valamelyik nézőm fölajánlotta, hogy segít a technős pakliban, lehet, hogy ezt majd igénybe fogom venni. új szolgálja. Ez is volt régen. Milyen lett az új? Fairlight Ezt használtam. Azt tudom, hogy ez, ez volt a paklimban. Újabb technős. Ó, és megvan az első C. Kertészek C-he. És a második C. Fejvadászok C-he. Na, két céhem már van. Felcser. Technős. Ebben a csomagban három technős lapom is volt, és nincs benne rat. Ugye? Az előbb mondta, milyen sok rat van, most meg ebben egy darab rat sem volt, és három technős. Jó, mert tényleg össze vannak keverve a paklik, tehát volt egyszer, nem is tudom, melyik kiegészítő volt az, amit kibontottunk, és ugyanazok a lapok voltak a gyakoriak, és, és lehet, az városa volt, vagy nem tudom melyik, az, az nagyon nem tetszett abból a szempontból, hogy volt olyan gyakori lapom, amiből öt darab is volt. Tehát itt azért lát, jó, mondjuk az több lapot is tartalmazott, ez ugye jóval kevesebb lapot tartalmaz, de hát akkor is azt vettem észre, hogy az, az a kiegészítő abból a szempontból nem tetszett, hogy nagyon sok volt. És most az utóbbiakban ezt nem látom, ezt a, a, a dolgot, akkor a két ritkám és mivel nekem Fairlight az egyik kedvencem ezért örülök, hogy most ugyanazt a lapot kaptam, amit az előbb csak ez nem folyilos, hanem, hanem sima. Kíváncsi vagyok, hogy a, a, a ritkák majd hogy fognak alakulni és hogy mennyi lesz ugyanolyan. A folyilost azt szerintem másmilyen lapnak veszem most úgy, úgy mondom, hogy hogy ebből nem kettő van, hanem egy folyilos, meg egy sima. Na, akkor nézzük a harmadikat. Ja, a cégeket külön veszem. Azokat majd, majd külön átnézzük. Kettő céhem van. Tíz paklinál szerintem már lehet ilyen bizonyos statisztikát levonni, hogy ö, ö, például hány, a tízben hány C volt. És a céheknek az a furcsa, ugye, hogy ezek ilyen teljes szélességű lapok, tehát hogy hogy is mondjam, ö, ha megmutatom, akkor szerintem értitek, hogy mire gondolok nincsen kerete, se fehér, se ezüst, se fekete, semmilyen kerete nincs, hanem teljes. Tehát, hogy elkülönül a többi laptól elég szépen. No, akkor következő. csontkés, ezt de szerettem. Ismét egy teknős. Ugye múltkor mondtam még két kiegészítővel ezelőtt, hogy a teknős paklimat szeretném egy kicsit erősíteni, és lásd csodát, a teknősök most özönlenek, tehát... És nem áldozásosok, mert mondtam, azt nem szeretem az áldozást, és nem is áldozós. Ha ez így működik, akkor közlöm, hogy az őshangya paklimat soha se tudtam jól megcsinálni, és ugye azok a lapok már elavultak, úgyhogy esetleg az őshangyát is elő lehetne szedni. Hát, hát, ha. És tudjátok, a következő kiegészítőben lesz egy csomó őshangya, akkor onnantól kezdve csak szóljatok, hogy mit szeretnétek. Nem viccelek, abszolút a viccelek csak. Úgyhogy most már úgy érzem, hogy kutya kötelességem elkészíteni ezt a technős paklit, ugye? Lehet, hogy csinálok egy videót, ahol összeszedem a technős lapjaimat, megmutatom, és akkor akinek van kedve, az agyalhat, hogy ebből mit tudnak kihozni. És akkor a két ritka lap, egy rajalap, lap, a semmibe kerül, ha ez egy 2021-es vagy régebbi lap, akkor mínusz kettő semmilyen célozhatatlanság vagy immunte és nem véde ellene. Na, tehát itt is ismét jelzik, hogy a 2021 előtti lapokkal mi a helyzet. Alanta sieti, ez pedig folyós lap. A Leát is nagyon szerettem. Tehát nekem igazából egy ilyen Lea Fairlight pakli illene, kivéve az őshangja és a technős pakli, ugye, amik seranok. Na, akkor nézzük a következőt. Ebbe C nem volt. Jön a negyedik csomag. Nagyon örülök ennek a tíz csomagnak, úgyhogy most, most aztán, aztán játszhatok rendesen, meg csinálhatok már csak ezekből paklit. Úgyhogy lehet, hogy az is a cél, hogy most csak ebből a kiegészítőből, vagy az ezzel egy előttiből, még ugye a kristálászból, ezekből fog összerakni egy, egy paklit. Sárkány, egy, egyre több sárkányt látok. Jó, mert a meglévő etnikumokat is fejlesztik, és nagyon tetszik, hogy nincsenek elfelejtve régi koncepciók, tehát ö, ugye Varkaudar is, Goblin is a mai napig van. Pont egy Goblin lap, tessék, Goblin kereskedő. Motyogó, Motyogóból is mindig lesznek újabbak. akkor a két ritka lap, az egyik, ez egy MOA, Aha, MOA a HAMOA, a B a 66-os szerkezet, a másik pedig az időóriás. Viszont C-hem nem volt, ez már a negyedik pakli, és eddig egyben volt kettő C. Tehát összesen két hem van, és az, az egy csomagból jött ki. Úgyhogy kíváncsi vagyok a végén, majd akkor statisztikát megnézzük. Most tartok a felénél, most jön az ötödik kód ebben sincs, tehát igaz, öt, öt, csomagból egy kód sem volt. És akkor nézzük, ismét MOA lap. Valahogy a MOA lapokat, én azokat mindig csodáltam, mindig ilyen különleges dolgok tűntek, aztán soha nem foglalkoztam úgy velük, tehát szerintem nem is használtam soha, csak mindig úgy rájuk csodálkoztam. De nem tudom miért, mert annyira nem különlegesek a, a, a de, de valahogy, valahogy az nekem mindig is ilyen, ilyen megfoghatatlan dolog volt, és mindig ilyen, oh, Ismét egy teknős, kontármunka, ez is ismerős, gyógykenőcs, szintén szerintem ebből is van többféle, társasjátékban is volt, az biztos, meg ebből is szerintem kettő különböző van, vagy egy biztos. Ismét egy teknős, áruló teknős, tényleg ilyenem is van, áruló teknős. Teknős csapatszerem az egyik ritka alap, tehát technősöm most ritka, úgyhogy már biztos, hogy lesz teknős pakli. És ongóliantok dühe. Ez már a második ongóliant, amit, amit látok, a másik egy ongólian bébi volt, azt hiszem, ha jól emlékszem. Ebben sem volt C. Tehát ő, eddig úgy állunk, hogy 5 pakliból 2 C, az is egyből jött ki. És eddig 6 csomagot küldtek nekem mikróség, Miklósék, úgyhogy most bontom a hatodikat, tehát az előző bontós videók kb. itt értek véget ezzel a, a csomaggal. Hogy most kíváncsi vagyok, ez a plusz 4 mennyi pluszt fog adni, és mennyivel lehet plusz 4, tehát plusz 4 x 18, hát értelemszerűen, de hogy értitek, hogy mire gondolok, kíváncsi vagyok. Úgyhogy nézzük meg. És ebben van kód. Tehát magyarul, ha, ha minden úgy lett volna, mint régen, hogy 6 kiegészítőt kapok, akkor kódom már lenne. Amúgy van egy kódom, úgyhogy csak szólok, hogy felajánlom ezt a kódot annak, akinek szüksége van rá, aki szeretne rendelni, az úgy rendelhet, hogy ezzel a kóddal egy Ultradid kalapot lehet azt hiszem választani. Sharon védősárkány, annyira tetszik, és ö, nem, nem igazán használtam volna, sőt, kimondtam, utáltam volna, ugye, emiatt az áldozásos ö, ikon miatt, de azt ugye a, a Tihor Miklós leírta nekem, hogy ez azért nem annyira ö, borzasztó, mint ahogy én azt gondolom, és a verseny is kiderült, hogy tényleg nem, úgyhogy nem rossz, nem rossz az áldozásos lap, kezdem szeretni és megvan a sötét motyogó! Aki látta a legelső HKK-s paklibontó videómat, az tudja, hogy engem gyerekkoromban a tizen, nem tudom hány éves voltam, 14 akármi, kiraboltak egyszer, és átvertek és ellopták a, a ritka lapjaimat, sőt a legjobb lapjaimat, ugye a kataklizma, éhínség, sötét motyogó, ellopták, soha nem kaptam vissza, és azt egy trollfát cseréltem, és, és a, a, lett egy trollfám, de, de ellopták a legjobb lapjaimat. És mindig is szerettem volna egy újabb sötét motyogót, és szerettem volna, hogy, hogy végre, ami gyerekkoromban, ugye ez egy trauma volt, hogy kiraboltak, és, és, és eltűnt a sötét motyogom, Van igaz, hogy új kérdésú, igaz, hogy teljesen más csinál, de újra van sötét mogyogóm. Amúgy pár nap múlva lesz a szülinapom, úgyhogy ha esetleg valaki meg szeretne lepni egy eredeti első a sötét mogyóval, az nagyon szép szülinapi ajándék lenne. Természetesen csak vicceltem. Tehát akkor most így összegzek így a hat csomag után, ugyanis kb. itt ért volna véget a videó, és kettő darab c volt, az is egy csomagban, és van egy sötét motyogóm és egy halom teknősöm. Tehát összességében én már elégedett vagyok, és ha azt mondom, hogy ezt a, a, saját pénzemből vettem volna ezt a hat csomagot, én maximálisan elégedett lennék a két C miatt, a, a ritka lapok miatt, mert azokból is elég sok van, három azt hiszem, a, a sötét motyogó miatt, a sok teknős miatt, a ritka teknős miatt. Szóval én azt mondom, hogy ezt így saját pénzzel megvásárolva elégedetten távoznék a kasszától. Viszont menjünk tovább, mert ugye van még négy csomag. Remélem lesz azért még benne C, mert, mert én igazából Fairlight C-het szeretnék, ugye a, a Lea C-vel már rendben vagyok, a seran C is, ugye a serán a technősök miatt és szeretnék egy Fairlight C-et. No, akkor jöjjön a hetedik, ebben nincs hód, és akkor kezdjük. Burástja is még. Úgyhogy megvan a következő kihívásom a számatokra, az igazán veterán, igazán eltökélt játékosok számára. Segítsetek híres embernek egy olyan technikus paklit összerakni, amivel maga biztosan elindulhat egy versenyen. Egy néző már jelentkezett Pécsről, és azt ígértem neki kb. fél évvel ezelőtt, hogy hamarosan válaszolok, és nem válaszoltam, úgyhogy bocsánat, válaszolni fogok neked, te ígérted nekem a technikus paklit, úgyhogy valamikor el kell látogatnom Pécsre is tolvajok C-he, tehát euh, akkor mondhatom azt, hogy a hetedik csomagban ismét egy C a tolvajok C-he, és az írnokok C-he. Tehát azt vettem észre, hogy uh, ugyan második csomagban volt azt hiszem, C egymás mellett kettő, és a hetedik csomagban volt C egymás mellett kettő. Tehát valahogy úgy lettek csomagolva, hogy uh, két C egymás mellett, zsebmetsző, dobótörő, jönnek vissza dobótörök, mert ez már nem tudom hányadik lap, aminél azt hiszem, a harmadik, aminél azt látom, hogy dobótört kapsz. Gyilkos fegyver, jaj, ez de szerettem, ez az egyik litkalapom és Uvala, elf kalandozó, ez pedig a másik litkalapom. Akkor a két C-het azt ugye külön teszem, a tolvajok és a, a, az írnokok célja. Mondjuk azt is megértem, hogy azért van ritkában C, mert ha minden csomagban lenne, akkor fölöslegesen ott áll egy csomó c úgy, hogy van mit, három írnokok c meg, meg, meg három fejvadászok c és jobban örültél volna, ha ahelyett valami másik lapot kapsz. Tehát ezt a részét most már így jobban belegondolva tök megértem, hogy ritkán vannak a c mert mert az se jó, hogyha, ha, ha zsákszámra ömlenek, mert tök fölösleges. Tehát most 10 kiegészítőben most mindig lett volna két C, most lenne itt 20 C-hem, minek, ugye? Tehát ezt a részét így megértem. Matekból sose voltam jó, én ugye bölcsész vagyok eredetileg, tehát ö, ezeket nekem jobban végig kell gondolnom, mert nem olyan egyértelmű, mint bárki másnak. Na, ebben sem volt kód. No, tessék, hordaparancsnok követő, tessék, Rokszati C tanács főtitkára, tehát már van egy céhes követőnk. Ez is jó. És ismét 2C egymás mellett, tehát akkor azt mondjuk, hogy a nyolcadik csomagban is volt két c egymás mellett, gyógyítók céhe és a kovácsok céhe. Nem tudom, hogy ez véletlen -e, erre, majd kíváncsi leszek, hogy véletlen -e, hogy, hogy, hogy mindig kettő C van egymás mellett egy, egy, csomagban. Nem tudom. Ha véletlen, akkor, akkor nagyon jó. Ha szándékos, akkor viszont kíváncsi vagyok, hogy miért. Biztos van valami, valami oka. Utolsó előtti csomag. Ebben sem volt kód, tehát eddig a 9-ből egy kódom van. És akkor nézzük. Thank you Jó, jó, mert a ritkákkal eddig tök jó vagyok, tehát még nem volt ismétlődés. Ugye a két, két fellátásbabda van, az egyik folyilos, és én annak örülök, mert felláthatom, hogy is nagyon szeretem. És akkor jöjjön az utolsó, köszönöm annak a pár ember, aki idáig eljutott a videóba, és, és végignézte. Remélem nem unalmasam úgy. Akkor jöjjön az utolsó csomag, és akkor nézzük ebben, van-e kód, nincs. Tehát akkor 10-ből egy kód sikerült. És akkor megnézzük az utolsó csomagot, és akkor utána összegzünk egyet. Vilámpapír van, és a villám hiányzik, mert villámot nem láttam, de de a jégből, abból most már elég sokat látok. Az aranyforrásban jöttek elő a manók, abban voltak a manók. És gyűjtöttem is a manókat. Csuda doktor, az azon a Karadink kiegészítőben volt. Jaj, de nagyon szerettem a Csuda doktort. Ó, Alex Vampirzon! Nekem megvan az eredeti Alex Vampirzon. Azt hiszem, még megvan. Úgy nagyon szerettem a rajzát, nagyon-nagyon-nagyon szerettem az Alex Vampirzonnak. Megkeresem, megkeresem, hogy megvan-e, mert euh, vagy megvan, vagy meg volt. Alex Van Pizon. Jaj, de szerettem ezt a lapot. Hát köszönöm szépen, ez volt a 10 csomag, ez volt a 10 kiegészítő, hát nagyon-nagyon köszönöm szépen uh, Tihor Miklósnak és a Beholder Kft-nek, hogy elküldte nekem ezt a tíz csomagot. Remélem, hogy jó lett ez a videó, de akkor most összegzünk. Az egyik az, hogy van Alex Vampirzonom, tényleg meg fogom keresni a Vampirzon, hogy kell -e kiejteni? Mindig Vampirzonnak ejtettem, de kétes, úgyhogy ezt Vampirzonnak kéne ejteni, nem tudom. Tehát van a legszem, ez a lényeg. Van sötét motyogóm, amit nagyon köszönök, és nagyon örülök neki. És akkor megnézzük azt, hogy hány is van. Számoljuk össze, hány technős van. No, ha jól számoltam, 14 teknős lapom van, és egyikből sincs háromnál több, tehát pont jól jött ki, úgyhogy köszönöm szépen. Tehát 14 teknősöm van, 6 különböző céhem, és mind a 6 különböző, úgyhogy ennek örülök, és van egy darab CH-es követőm. Tehát szerintem ez így, így, nagyon, jó, nagyon jól jött ki, hogy a 10 csomagból ugye nem volt két C, nem volt két követő, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok, remélem ti is elégedettek vagytok, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen lesz. Össze tudom-e a teknős paklimat, és, és hogy, 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 milyen lesz céhekkel játszani. Kíváncsi vagyok nagyon. Én eddig első körben azt látom, hogy szerintem a fejvadászok céhét fogom belerakni a, a, a paklimba, és én valami le a vonalat fogok egy kicsit kipróbálni. Hát meg a sötét ahhoz bele fog kerülni. Bármilyen paklit rakok össze, annak benne kell lennie. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek a videót, ha szeretnétek látni ilyet, akkor csinálok, még most már tényleg elkezdek ráfeküdni erre hogy az összehasonlítós videót megcsináljam, a technológus videót megcsináljam, úgyhogy ha érdekel titeket, dobjatok egy lájkot, szerintem most már van annyi HKK-s videóm, hogy fogok egy külön lejátszási listát csinálni nekik, és akkor jönnek az újabb híres ember hkk videók. Úgyhogy köszönöm szépen, és sok boldogságot nektek is a lapokhoz, hogyha ha vettetek ebből a kiegészítőből, és hogy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Sziasztok! Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett, ha megfelelni akarás, csak a szemem tárom, a kezem indul a szaladás. Ma szabad eszek nevet, kérlek, mint egy kisgyerek, hátra dőlök, kikapcsolok, érzem, hogy ez így.